Köszöntöm a kedves nézőket, a Krónikát, a Tapolcai Városi Televízió hírmagazinját látják a tartalomból. Népbetegség. Film és beszélgetés az Alzheimer-korról. Jó tett helyébe jót várj. A Szász Márton iskola ajándéka. Együtt egy színpadon. Ludas Matyi és valahol Európában. Ünnepre készülve. Rendrakás a temetőkben. Holtomiglan, holtodiglan. Segítség a nagynapra. Piros rózsák beszélgetnek. A tapolcai nótaszerzőre emlékeztek. Életajándék. Horváth Sándorné Éva kiállítása. Az Alzheimer a témája és a címe is annak a nemzetközi díjnyertes magyar dokumentumfilmnek, amelyet október 21-én hétfőn mutattak be a Tapolcai Városi Moziban. A vetítést és a hozzá kapcsolódó közönség találkozót a Testi-Lelki Egészségfejlesztési Központ szervezte. Az egyórás film vetítését megelőzően a tapolcai médiának, a film vetítése után pedig a közönségnek is lehetősége nyílt az alkotóval, Kollár Istvánnal, a KIMG Media Group nevű médiavállalkozás alapítóvezetőjével, dr. Menyhárt Miklós főorvossal, a Magyar Alzheimer Társaság elnökével beszélgetni. A film a témaszámos aspektusa mellett bemutatja azt az orvost is, aki elindította az Alzheimer klubokat Magyarországon, és aki Franciaországban magas szinten foglalkozik Alzheimeres betegekkel, itthon pedig orvosokat képez. Őt, dr. Menyhárt Miklóst a vetítés előtt arról kérdeztük, hogy valóban népbetegségnek nevezhetjük-e az Alzheimert, és ha igen, miért? Annyira népbetegség, hogy a WHO 2019 apró évén már jutották népbetegségnek, hogy az egész világon folyamatosan nő az Alzheimer betegek száma. Igazából úgy lehet számolni, hogy 10 évente duplázódik. Hogyha belegondolunk, ez azt jelenti, hogy 2030-ra, 2050-re minden harmadik ember Alzheimeres lesz, amennyiben nem találják meg, mert találjuk meg, nem jön, akik ezzel foglalkoznak. A betegségnek a lényegét és gyógyszertát. Tudni, hogy a betegség azért borzasztó kemény, mert nem ismerjük az okát. Miután nem ismerjük az okát, nem tudunk igazi megelőzést sem. Az mellett nagyon komoly gond az, hogy nincs rá gyógyszer, semmiféle gyógyszer. Ami gyógyszereket most használnak, azokról szintén a WHO állásfoglalás alapján kijelenthetik, hogy semmit nem érnek. Ez egy nagyon lényeges dolog. A következő legfontosabb probléma az, hogy nem csak a betegnek a betegsége, hanem a család betegsége is. Ez a probléma, hogy maga a betegség ugye nem gyógyítható. A kezdetben neurológiai betegség, tehát itt egy jogászati dolog, az agyban már indult folyamatos következménye, viszont a betegség második részében már pszichiátriai. És igazából miután nem lehet gyógyítani, hanem a sorvosi probléma, hanem a szociális probléma. Ezt úgy fogalmazhatjuk meg, hogy a családban megfelelő szociális ellátást kell biztosítani, amely szakértelem kell, tudás kell, nem így mondom, mert anélkül a hozzátartozó nem tud hozzáállni a betegek, nem tud kommunikálni vele, és ez egy nagyon lényeges dolog, hogy megfelelő kommunikációt ismerik. Az Alzheimer kapcsán a film, ezek arra is nagyon sok segítséget adnak, hogy a kommunikációt megtanítják, hogy az okát, hogy hogyan, miért van ez, miért történnek azok a dolgok, amik történnek, és hogy hogyan lehet ezt valamelyest könnyebbé tenni, mert ugye ez egy nagyon hosszú nehéz folyamat. Én így fogalmaznám meg a kérdést, a választ, tehát nagyon sok mindent lehetne még beszélni, de úgy gondolom, hogy az alapdolgok, amiről érdemes tudjuk, hogy az Alzheimerről beszélni. Vajon a társadalom, a szociális szféra, a kormányzat felismerte, hogy mekkora problémával állunk szemben, és lehet-e látni már lépéseket arra, hogy hát ha 2050-re minden harmadik ember Alzheimeres lehet, akkor itt nagyon súlyos lépéseket kellene már most megtenni. Igen, ezt én oda indítanám, hogy Nyugat-Európában, ugye Franciaországban foglalkoztam ezzel 2007-től 2014-ig, és abban az időben már kormányprogram volt, a Sárközi elnök ideje alatt kormányprogram volt, az Alzheimer kór, illetve a demenciával kapcsolatos probléma megoldása Magyarországon.
igazából, ha utána nézünk 2012-13 előtt, nagyon-nagyon nem találtunk sem szabadalomban, sem a tudatos demencia ellátásban ezzel foglalkozó intézményeket sem, és ezért ugye kicsit hazabeszélek, a 2014-ben az Alzheimer-t elindítottuk, és az szerintem egy nagyon fontos katalizátora volt annak, hogy az országban beindul, igen, ahhoz képest, ami volt, van előre haladás, de nagyon messze vagyunk attól, hogy azt mutassuk, hogy mindenkinek, akinek ez járna, az a szociális lehetőség, ami ugye miután gyógyítható, az attól, hogy messze vagyunk, az irány az jó, és nagyon sokféle lehetőség van, már sokféle elindultak, és ezt így van, mindenképpen el kell ismerni. Így kell folytatni, meg kell szólítani állandóan a döntéshozókat, és találni valahogy jobb lesz, mint a helyzet. Az Alzheimer tehát már a népbetegséggé vált, tömegesen szedi hazánkban is áldozatait. Gyakorlatilag mindenki érintett, hiszen szinte nincs olyan család, ahol ne fordulna elő a testi és szellemi leépüléssel járó betegség. A film eseteket mutat be, fogalmakat tisztáz, probléma megoldási lehetőségeket mutat meg. Célja, hogy utat mutasson, ezért megszólal a filmben több hozzátartozó, illetve orvosok, főorvosok, akik úttörő szerepet játszanak hazánk Alzheimer kutatásában és orvoslásában. A film alkotója Kollár István saját maga is megtapasztalta, hogy mennyire kevés ismerettel rendelkeznek a hozzátartozók, amely segíthetné őket családtagjuk életminőségének javításában. Teljesen véletlenül találkoztam ezzel a korral, és az első dolog nyilván ilyenkor az az emberben, hogy utána néz, hogy mi is ez. És a legnagyobb döbbenet az 2013-ban volt, hogy nem találtam semmit magyar nyelven. Külföldi ül meg nyilván az ember rákeres, és ott meg azt látja, hogy egy nagyon nagy problémával állunk szemben, és ráadásul a 24. órában vagyunk, és akkor ezt így nem tudja senki összerakni, hogy most akkor itt nincs szó, ott az egyik legnagyobb gond, és akkor most mi van? És aztán tulajdonképpen 5 év nagyon küzdelmes úton elkészült ez a film, és hál' Istennek nem állt meg a küldetésünk ennél a filmnél, hanem a filmmel együtt egy előadást, egy beszélgetést szervezünk az egész országban, meg határon túlon is, és hát sajnos vagy szerencsére nem tudom, nagyon sokan érdeklődnek és jönnek. A szerencse ebben az, hogy mi tudunk talán plusz információt, kis erőt adni az érintettek. Hogy állt össze a film, nyilván kellett találni alanyokat, akik a saját élethelyzetükön keresztül bemutatják, kellett szakembereket keresni. Egyszerű volt? Nagyon nehéz egy ilyen filmet megszervezni. A 40 szakember az még hagyján, mert nyilván szakmailag az ember kérdez és örülnek, hogy válaszolhatnak, ami számomra meglepő, hogy véleményt is mondanak, ami az országunkban ritka, de megtették. Az alanyok, vagy hát a dokumentumfilm dokumentarista része, tehát ahol a családokat látjuk, 3 család szerepel egyébként a filmben, ott már nehezebb a dolog, bár akik szerepelnek velük könnyű volt, hiszen ők akartak segíteni másoknak, tehát megértették azt, hogy ez nem egy hatásvadász film, hanem segíteni akarunk, felhívni a figyelmet a betegségre, vagy az érintetteknek tanácsot adni, tehát ők ezzel a céllal vállalták a szereplést, és engedtek be otthonaikba, és szerintem ez a film ettől sikeres, mert őszinte, és a hatásvadászatot meg megpróbáltam a lehető legjobban kizárni. A film Kaliforniában díjat nyert. Nyilván ez egyfajta elismerés, de talán sarkalja is az alkotót arra, hogy folytassa a misszióját. Hát ez egy nagyon nagy öröm számomra, hogy több mint 2000 nemzetközi film közül pont az enyémet választották 21-ben az erre méltó díjra, vagy nem tudom, hogyan. Ez egy tipikus szociális helyzetekkel, vagy szociális problémákkal foglalkozó kaliforniai fesztivál, ebből is a legnagyobb a világon. Nyilván arra sarkal ez, hogy az ember jó filmeket készítsen, bár ez azt hiszem, hogy díj nélkül is így van, de nyilván a visszacsatolás az, ami fontos. Bár én azt gondolom, hogy Amerika messze van, mi meg itt Magyarországon segítkezünk, és az a 30, 50, vagy 100, vagy akármennyi ember, aki eljön egy ilyen napra, mint a mai, és utána odajön, és azt mondja, hogy köszönöm, akár csak egy, akkor már megéri nekünk ezt a munkát csinálni. Film után beszélgetés van, nyilván 100 meg 100 élethelyzettel találkoznak, tapasztalatokat mondanak el a nézők. Mit mondnak a film utóéletével kapcsolatban? Segít-e ez nekik?
A film önmagában nem tudom, hogy úgy segít-e, hogy valaki megnéz, és akkor felvilágosodik. Ezt nem tudom, mert nagyon hamar rájöttünk, hogy csak előadással együtt él igazán a dolog. Az előadásunk közben pedig vannak kérdések, nyilván rendszeresen nagy felésben ugyanazok, és akkor látjuk azt, hogy mire van szüksége az embereknek. Mi a fő problémájuk, és ez egyébként nagyon sokszor már az egész betegséggel kapcsolatos dolgoknak a legeleje. Hát nem olyanba kérdeznek bele, ami azt mondanám, hogy úgy tényleg kérdéses, hanem már az elején, hogy például az Alzheimer, a demencia, vagy nem. Szóval tisztázni kell egy csomó dolgot, és aztán mi is úgy kezdjük mindig, hogy tudjuk, hogy sokan tudják, de hadd kezdjük az elejéről. És én ezt látom, hogy sajnos van egy olyan tendencia, vagy mi magyarok ilyenek vagyunk, vagy egyszerűen csak az élet hozza így, és az teljesen jogos, hogy aki nincs benne ebben, az nem foglalkozik semmilyen betegséggel, és ez teljesen jó. A szomorú az, hogy aki viszont benne van, semmi. És ezt azért merem itt és így elmondani, mert aki eljön egy ilyen előadásra, nyilván nem ez a kategória, hiszen tettek lépést, hogy itt legyen, de nagyon sokan nem teszik meg, és teljesen vakon belerepülnek, ráadásul a legdurvább betegségbe, ami létezik, a legérthetetlenebb betegségbe, és próbálnak ápolni, felelősséget vállalnak olyan dologért, hogy nem is tudják, hogy mit csinálnak, vagy mit fognak. Ez nagyon durva, és szerintem ez a legfőbb cél, nem csak nekünk, mindenkinek ennek kéne lenni, hogy a betegségek kapcsolatban elmondjuk, hogy mire lehet számítani, hogy tudjanak az emberek dönteni. A Tapolcai Testi-Lelki Egészségfejlesztési Központ szervezésében megvalósult programra nem csak érintett családtagok, a téma iránt érdeklődők, de egészségügyi szakemberek is ellátogattak. A teltházas esten a vetítés után minden kérdésükre választ kaphattak a meghívott vendégektől. Annyi kedvességben volt részük, és olyan sok jó szándékú felajánlást kaptak az elmúlt időszakban a Szász Márton általános iskola diákjai, hogy úgy gondolták, szeretnének valamit visszaadni a sok kedvességből. Ezért egy kosárban édességet és virágot raktak ki az iskola elé, amiből bárki vehetett, és a Köves Tapolca, Kövezz Velem mozgalomhoz kapcsolódva festett kavicsokat rejtettek el ajándékul a megtalálók részére városszerte. Ahhoz képest, hogy még csak október közepe van, azért már voltunk Zánkán az őszi Erzsébet táborba, szinte oda már visszajáró vendégek vagyunk, hál' Istennek, hogy eddig minden pályázatot megnyertünk, és bízunk benne, hogy a karácsonyi Erzsébet táborra is elmehetünk, megpályáztuk, bízunk a jövőbe. Valóban nagyon sok minden történt. Voltunk vitorlázni a gyerekekkel, itt egy nagyon kedves alsóörsi vállalkozó felajánlásából történt, ahol három vitorlással kihajózhattunk, és megreggelizhettek a gyerekek, illetve háromfogásos éttermi kínálatból étkezhettek. Hát ez egy nagyon nagy élmény volt tanulóinknak, hiszen ezt mindenki tudja, azt gondolom, hogy hátrányos helyzetű gyerekekről van szó, akik közül nagyon sokan még nem voltak étteremben. Úgyhogy nagyon hálásak vagyunk, és akkor itt kapcsolódnék be a mai naphoz is, hogy nagyon köszönjük a helyi vállalkozóknak is, hogy azt gondolom, hogy ennek kapcsán is, hogy azért követnek bennünket a Facebookon, Lendvai Norbert, illetve a Halas Bibi jóvoltából mai nap lemehetünk tököt faragni, és én úgy tudom, hogy egy kis aprósággal is kedveskednek majd a gyerekeknek, és hát így közösen az ő felajánlásukból ugye rengeteg tököt készítünk a mai délelőttel a tanulókkal. Illetve ahogy megyünk le a tópartra, a Köves Tapolca Facebook oldalához csatlakoztunk mi is, és állatvédelmi témahét keretében, ahol ugye rengeteg programon vettek részt a gyerekek, kutyás bemutatótól elkezdve tényleg mindenféle pályázatok kapcsolódóan is tevékenykedtünk, készítettek köveket, festettek köveket, és ezeket elhelyezzük különböző helyeken ma a városban, és nagyon nagy szeretettel fogadják a megtalálók. Illetve ennek apropóján a gyerekek maguktól kitalálták azt, hogy hát akkor legyen egy új kezdeményezés, és
mai naptól itt iskolánk előtt egy kis kosárkába édességek találhatók, és aki erre jár, és éppen megkívánja, az fogadja tőlünk nagyon sok szeretettel, illetve a gyerekektől, mert hiszen tényleg ezt ők találták ki, és én ennek nagyon örülök, hiszen a pedagógusaim azt gondolom, hogy ezáltal tényleg nagyon jó munkát végeznek, hiszen azért a szeretetre, az összetartozásra, a másikra való figyelésre nevelünk, és én azt gondolom, hogy a mi tanulóink tényleg nagyon jó irányba haladnak. Az elmúlt évhez képest is, és tényleg én azt gondolom, hogy most már azért a megítélésünk is sokkal pozitívabb. Nagyon sok szép gesztust, ajándékot kaptak az iskola tanulói, és ez a mai akció, ez gyakorlatilag egy kis visszaadása ezeknek a dolgoknak. A csoki mellett virág is van, de arra is figyeltek, hogy a környezetetek milyen. Ez évek óta már folyik nálatok, magas ágyások, gyönyörű virágosítással, de a környezetvédelemhez még egyéb akciótok is van. Így van. Mindenképpen folytatni is szeretnénk ugye az elkövetkezendő években az iskola kert építését, és itt is helyi vállalkozó támogatására számíthatunk, aki azt mondta, a Devil Kert Kft., azt hiszem Kft., nem tudom, jól mondom-e, vezetője, hogy ő örökbe fogadta a mi iskolánkat, és valóban így van, bármiféle kérésünk van, vagy volt, abban mindig támogató volt. Hát tőlük kaptunk például a bicikliket is, úgyhogy ezt is ki fogjuk használni a gyerekekkel. Igen, és látható, hogy használt sütőolaj és zsíradékgyűjtő kukánk van, ami mindenki számára nyitott, és nem tudom, mennyire látszik, de most valóban sok-sok olajunk van, hál' Isten, most már azt várjuk, hogy vigyék el, és ezzel is az iskolánkat támogatják. Ugye sajnos nem önfenntartóak vagyunk, így kevés anyagi költségből kell megoldanunk a mindennapokat, hát ezt minden apró támogatással próbáljuk megoldani. Mindig örömmel számolunk be a nagyszerű sporteredményekről. Készültök-e valahova, lesznek-e versenyek? Igen, most október végén Veszprémben lesz a megyei teremathlétika, hát és majd abból kifolyólag, hogy amennyiben tovább jutnak a tanulóink, bizakodóak vagyunk, akkor Budapesten folytathatják majd az országos eredményt, illetve decemberben mindig bekapcsolódunk a tapolcai trappolók jótékonysági futásába, ott is mindenképpen részt veszünk. Próbáljuk a civil szervezetekkel, illetve a helyi közösségekkel is fenntartani a kapcsolatot. Tanulóink az időseket mindig megköszöntik, most is az idősek világnapján verssel készültek, egy kis műsorral kedveskedtek az ott lakóknak, illetve az Életlehetőségek Szociális Nappali Intézetével is szoros a kapcsolatunk. Budapesti állatkerti kiránduláson is részt vehettek a gyerekek Somogyi Ildi jobboltából szeptemberben, ami egy nehézkesen megoldható történet volt, de Ildi mindent megtett azért, hogy a gyerekeink busszal följussanak, és ez hatalmas élmény nekik mindig, ugye a budapesti állatkert megtekintés, az ottani programok, illetve most pénteken Ildiék jóvoltából pénteken 10 órakor a Ludas Matyi előadása is meghívottak vagyunk. Az integrált színházi kezdeményezés újfajta megközelítést kínál az elfogadás, a közösségépítés és a társadalmi szemléletformálás felé. A Szögletes Kerék Színház és a Szeretett Színház közös produkciója már nem először bizonyította be Tapolcán is, hogy a színház ereje nem csak a művészi élményben, hanem az összetartozás és a támogatás érzésének megerősítésében rejlik. A múlt péntek délelőtti gyermek és esti felnőtt előadások ezúttal is a szórakoztatáson túl fontos üzenetet közvetítettek az elfogadásról és az integrációról. Hát én már mondhatom, hogy hagyományteremtő jelleggel próbáljuk így folytatni, ahova úgy, mint tavaly is, az idén is délelőtt meghívjuk a város óvodáit, iskoláit, az idén a Ludas Matyitra
hívtuk őket, és este pedig egy felnőtt darabot játszanak a Valahol Európába. Itt szinte az egész várost megmozgattuk, a diákokat is beleértve, hiszen az idén kibővült a gimnáziummal is, őnekik is felajánlottunk jegyet, hogy nagyon nagy szeretettel és tisztelettel várjuk őket az esti előadásra. Nagyon szép a kezdeményezés, szép a gondolat, hogy hogyan lehet a sérült embereket az épp emberekhez közel hozni. Igen, igen, a célja tényleg ez, és ezért ennek még van folytatása is, úgy, ahogy tavaly is volt. Ez kezdődik a mai nappal, tehát délelőtt és délutánnal, illetve az adventi időszakban készülődés van, ahol szintén a város iskoláinak a tanulóit várjuk a nappali intézményünkbe, ahol a sérült gyermekek, illetve az általános iskolások, a többségi iskolában levő gyermekek együtt alkothatnak, és ezáltal beszélgethetnek, teázhatnak, és egy kicsi közös program lehet. És ezt tavaly is meg volt, és az idén is szeretnénk így folytatni. Tavaly a Palacsintás király okozott nagy örömet a gyerekeknek, ma akkor a Ludas Matyi. Mit lehet tudni a társulatról? Akkor mondhatjuk, hogy ez már egy jól összeszokott baráti társaság. Hát ez így van. A Szögletes Kerék Színháza az évfolyésznek, az több éves múltra tekint vissza. Az első előadásunk itt Tapolcán a tavalyi volt. A Imre Sándor Szeretett Színházzal egybeöltve adjuk elő a darabjainkat. Azért fontos, mert itt is felnőttek és gyerekek is egyaránt, tehát itt is az integráció, az egymás, a falak ledöntése a cél, és egy nagyon-nagyon jó baráti társaság, ami heti rendszerességgel van jelen. Tőlünk az évfolyész tagsága körül természetesen a Tapolca és a Tapolcán élő fogyatékkal élő felnőtt emberek, akik a tagjai a Szögletes Kerék Színháznak. Megszokhattuk már, hogy időről időre különféle városi rendezvényeken, főleg fesztiválokon találkozhatunk az Életlehetőség standjával. Gondolom, hogy nagy a munka most is így adventet megelőzően. Igen, igen, a színház mellett természetesen a színház minden tagja is dolgozik, és nagy lelkesedéssel készülünk a karácsonyra. Ügyes kezek a varodákba, a kertekben megművelt gyümölcsöket, szilvát, természetesen most van a befőzési időszak, csaknik készítése, minden, hiszen ami Sümegen folyik, és Tapolcán pedig a varodai termékek, és ami újdonság, hogy olyan termékeket is behoztunk, ami a fiatalok nagy álma volt, és ők vetették lapra, hogy mit szeretnének, és mi ezt akkor alaklemez után, és el is készítik. Tehát nagyon sok új termékünk van. Karácsony közelettével az ember ajándékokon gondolkodik, akkor lehet ebben is gondolkodni, igen, és igen. Ezzel lehet támogatni akkor a fiatalokat. Igen, igen, ez idén is megszervezzük és meghirdetjük a karácsonyi vásárunkat itt a Nappali Intézmény udvarában. Nagy szeretettel várunk ismét mindenkit, és köszönjük előre is a segítséget is. Tavaly is nagyon sok tapolcai eljött, és megtisztelt minket, hogy megvette termékeinket. A társulat következő fellépései merre lesznek, készülnek-e fellépésekre, esetleg gondolkodnak-e következő darabokon? Igen, természetesen. Az idei évben már nagyon nagy fellépéseink nem lesznek, de még egy a szociális munkanapján is ők fognak nagyon nagy megtiszteltetésért minket, hogy a város minket kért fel, hogy ők szerepeljenek, és akkor ezzel a decemberig a kultúra, a színház próbák lezárulnak, és januárból nem árulom el, de már tudjuk, hogy milyen darab van a készülőbe. Minden Szentek és Halottak napjának ünnepére készülve a város polgármesterének kérésére és felhívására idén sem maradt el a tapolcai temetők takarítása. A társadalmi munkában sok tapolcai magánszemély, illetve ismert tapolcai civil szervezet, egyesület tagja vett részt szombaton a délelőtti órákban. A Minden Szentek előtti önkéntes temetőtakarítás már évek óta hagyománya a városnak. A csapat, amelyhez az idén az Egységben Tapolcáért Egyesület, a Nőklub, az első Tapolca és környéke Tiszasziget,
A Tapolcai Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Városszépítő Egyesület és más magánszemélyek is csatlakoztak, a régi temetőben gyülekezett, ahol Dobó Zoltán polgármester tartott rövid eligazítást, amelyben arról is tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a régi temető 4500 sírhelye közül minden harmadik nincsen megváltva. Szeretném megköszönni mindenkinek, hogy idén is eljöttetek. Fontos alkotó eleme egy közösségnek az, hogy legyenek benne olyan közös pontok, mint ahogy mondottam a héten is, hogy ami érdekek, meg gondolkodás, meg világnézet felett áll, és szerintem a temető rendbetétele ilyen. Itt van közöttünk Gyuri, a temetőgondnokunk. Nyilván, mikor először ezt kitaláltuk, más állapotban volt a temető, de most Gyurinak köszönhetően szerintem egész jó állapotban van. Ennek ellenére Gyurinak a tanácsait követve azért körülnézünk. Az alapszabály nem változott, akármennyire is lepusztult egy sír, a sírról nem veszünk le semmit, mert nem vitatkozunk utána egy tulajdonossal sem, kegyeleti okokról, még akkor sem, hogyha egy 5 éves koszorú van ott, majd a szél lefújja és legközebb összedjük. A sír mellett már össze kell szedni, és parcellánként a város felől haladunk erre befelé parcellánként, és akkor hármasával, kettesével ki hogy gondolja, a zsákokat letenni a közlekedés utak mentén, és ott Gyuri pedig összedi. Jó? Ha végeztünk, akkor megyünk az új temetőbe, ott is ugyanez a menet. Aki gondolja, az önállóan, meg egyébként meg lehet beszélni, mert több autóval vagyunk. Egyre magasabb az aránya a meg nem váltott síroknak. Ugye egyre távolabb kerülnek a családtagok, nincs idejük, stb. Láttok majd kis táblákat a sírokon, azt ott kell hagyni, hogy ha esetleg a hozzátartozó kijön, akkor tudja, hogy be kell jönni megváltani a sírt. Tehát mindenki vigye azt az információt, hogy a közelében a családtagok, az ismerősök nézzék már meg, hogy megvan-e váltva a sírjuk, mert 1600 az rengeteg, az körülbelül minden harmadik sír nincs megváltva. Tehát 1600 sír nincs megváltva, és nem csak a hozzátartozó tulajdonos nem csak a sírt tegye rendbe, hanem a mellette lévő kis ösvényt is szíveskedjen már rendbe tenni, mert most is van ebből perpatvar, hogy hová. Ugye itt nem lehet úgy temetkezni, hogy egyik sírhoz se érjünk hozzá, nem lehet elférni a sírok között. Tehát egyfajta toleranciát kell egymással szemben tanúsítani, meg türelmet. Jó, köszönöm szépen mindenkinek, hogy eljöttetek, valami hozzátenni való még nincs, akkor jó munkát kívánok mára. A korábbi évek tendenciája folytatódott, hiszen az idén is kevesebb volt a hulladék a tavainál. Hamar végzett az önkéntes csapat, amely a tapolcai közétkeztető jóvoltából meleg teát és szendvicset is kapott, majd a munkát az új temetőben folytatta. Harmadik alkalommal rendezett esküvő kiállítást a Sziszi méteráru és rövidáru princesz és mennyasszony ruhák szaküzlet tulajdonosa Zsigmond Zsuzsanna. Helybeli és környékbeli szolgáltatókat ismerhetett meg az, aki ellátogatott szombaton a Tópart Café nagy termébe. A kiállítókat és vendégeket a szervező Zsigmond Zsuzsanna köszöntötte, majd átadta a szót Dobó Zoltán polgármesternek. Tiszteltel és szeretettel köszöntök minden megjelentett Tapolcváros önkormányzatának nevében. Örülök, hogy idén is sikerült megrendezni az esküvői kiállítást. Szerintem nagyon fontos üzenete van annak, hogy ilyen iparággal foglalkozunk, hiszen én azt gondolom, hogy egy család, egy közösség, de akár az egész város életében is nagyon-nagyon fontos pont, igazodási pont a házasság. És ebből ered szerintem társadalmunk minden ereje, közösségünk minden ereje. Innét várjuk a gyermekállás, és innét várjuk azt, hogy gazdaságilag is, hiszen ez egy kiállítás, itt azok jelentek meg, akik partnereket, bevételt és iparági fejlődést várnak ettől a szegmenstől. Tehát ennek van gazdasági ereje is, hiszen vagy rendezvény, vagy egy életkezdés. Én azt se tartanom túlzásnak, hogyha az esküvő kiállításokon és egy nagyobb esküvő kiállításokon még lakberendezők is meg szoktak jelenni, hiszen a fiatalok, az életkezdők, az életpályájukat kezdők nagyon sok mindenre költnek, és nagyon sok mindennel foglalkoznak. Egy családban ugye nagyon nagy kérdés mindig, hogy mekkora legyen az esküvő, legyen-e, ne legyen, mennyit költsünk ruhára, mennyit költsünk tortára, erre-arra. De azt gondolom, hogy mindenkinek lehetőség lesz eldönteni, hiszen a kiállítóknál, a standokon meggyőződhetnek arról, hogy milyen minőségű, milyen elképzelésű termékekkel állnak az érdeklődők elé, a fiatal párok elé.
és a fiatal párok eldönthetik, hogy mire mennyit tudnak költeni, akarnak rá, és én biztatom őket, hiszen azt láttam, hogy nagyon értékes kiállítók jöttek el, ügyesek, szép portékával várják a kedves érdeklődőket, és én bízom benne, hogy ez is elősegíti, hogy a város sokasodjon, szaporodjon. Köszönöm szépen mindenkinek, aki részt vett abban, hogy a mai nap létrejöhetett, a kiállítókon keresztül a megálmodónak, és köszönöm szépen, és mindenkinek, aki a munkájával, megjelenésével hozzájárult ahhoz, hogy sikeres legyen a mai nap. Köszönöm szépen, hajrá Tapolc! A köszöntő és megnyitó beszéd után a koszorúslány és mennyasszonyi ruhák bemutatója következett, amelyen a helyi tervezésű és kivitelezésű, modern és klasszikus vonalvezetésű esküvői kollekció vonult fel a kifutón. Az egésznapos programon óránkénti tombola sorsolással kedveskedtek nem csak a házasulandó pároknak, de mindenkinek, aki szeretett volna megismerkedni a szegmens helyi szereplőivel. Csilingelő gyöngyvirágok, ki volt a gazdátok, piros rózsák beszélgetnek, fagynak közepében a télnek, tiac, fradi induló.
Mi a közös ezekben a magyar nótákban? Az, hogy valamennyi zeneszerzője az a tapolcai Sallai Mihály cigány prímás volt, akit Dankó Pista mellett a magyar nótairodalom egyik legnagyobbjaként tartanak ma is számon. 114 éve született meg az Európa szerte ismert muzsikus Tapolcán, akiről a hétvégén megemlékezett a tapolcai Roma Nemzetiségi Önkormányzat is a Tóparti Panteon falnál. A meghívott vendégeket Szikszai János Rihárd, a tapolcai Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke köszöntötte, majd a megemlékezés a cigány himnusz hangjaival kezdődött. Sallai Misi életútját a helyi roma önkormányzat elnöke ismertette. Sallai Misi született Tapolcán 1910. október 27-én, elhunyt Budapesten 1970. március 5-én. 2003-ban az akkori cigány kisebbségi önkormányzat és cigányok ifjúsági egyesületének vezetésével Szikszai János állítatták az emlékművet itt a Panteon falnál. Az emlékművet készítette a Városszépítő Egyesület, és Nyári József kőfaragó mester készítette el. Sallai Misi apja, Sallai Antal népzenész nevelésében cseperedett felnőtté. Ő ismerte fel zenei tehetségét és tanítatta. 15 éves korában súlyosan megbetegedett, eszméletlenül feküdt a tapolcai kórházban, miközben valaki egy csokor gyöngyvirágot hagyott nála. Amikor magához tért, hiába érdeklődött szobatársainál, látogatóinál, csupán annyit sikerült megtudnia, hogy egy barna kislány volt a beteg ágyánál. Amikor akkor született, a csilingelő gyöngyvirágok ki volt a gazdátok kezdetű első nóta szövege. Zenei tanulmányait Pécsen és Kaposváron magánúton végezte. Zenei tanulmányai költségéhez 15 éves korától hozzájárult. A helyi cigány zenekarokkal többször fellépett. Saját zenekarát 1929-ben Tapolcán alakította meg. Többféle formációban muzsikált. 1931-ben és 35-ben Pécset, majd 1941-ig Baján volt zenekarvezető prímás. 1933-ban például a kővári jazzzenekarral lépett fel a budapesti Pannóniába. A 40-es évek elején Ungváron muzsikált, majd a front elől a Dunántúlra menekült. 1945-ben Budapestre költözött, ekkor már jó hírű, ismert zenész. Néhány nóta szövege Rácz Béla zenéjével már korábban széles körben elterjedt. Több szövegére maga szerzett zenét, hanglemezek is készültek, amelyeken nem csak hegedül, hanem énekel is. Sallai Misi Dankó Pista mellett a nóta történet talán legsokoldalúbb alakja zeneszerző, szövegíró, cigány prímásként és énekesként is megállta a helyét. Több nótája az ő előadásában jelent meg először hanglemezeken. A háború után Sallai Misi tarolt Budapesten, és egymás után jelentek meg a szerzeményei. A 60-as évektől kevés olyan mikrobarázdás hanglemez jelent meg, amelyeken énekes ne énekelt volna Sallai Misitől. Fővárosi lakása Ferencvárosban volt. Kedvenc csapatának a buzdítására írta a Tiac indulót, amely később Fradi induló néven vált híressé. Elfogadottságára volt jellemző, hogy más műfajok legjelesebb művelői is szívesen együtt működtek vele. Például Heléci Ákos, de gyakran megbízták zenei reklámok készítésével is. Például dal a Cvak Unikumról. Külföldön is sikert aratott. 1967-től 1969-ig a zürichi Paprika csárdában muzsikált. Sikeres nótái voltak például Balaton, gyönyörű szép Balaton, dalos ajkú barna kislány, piros rózsák beszélgetnek, amik a mai napig nagyon nagy népszerűségnek örvendenek. A megemlékezésen koszorút helyezett el az emléktáblánál a helyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat, Szikszai János Rihárd, Lendvai Ramóna és Szikszai Csaba.
Koszorúzott Tapolcaváros önkormányzata nevében Bertalan Csaba önkormányzati képviselő, az ügyrendi bizottság elnöke, és Rédli Károly, a Tapolca Kft. Ügyvezetője, a TIAC elnöke. Duka László, a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának alelnöke, a Cigány Közösségek Szövetsége koszorújával tisztelgett a tapolcai nótaszerző előtt. Az ünnepség a magyar himnusz hangjaival végződött. Mint látják, nem végeztem festőakadémiát, még csak szakközépiskolát sem. Nem rajtam múlott, ám remélem azt is látják, hogy hiányosságaimat a festészet, a művészet, a szépség iránti alázattal és elkötelezettséggel igyekszem pótolni. Így val magáról a tapolcai Horváth Sándorné Éva, aki egészen különleges módon kezdett kapcsolódni a művészetekhez, és egy véletlen folytán lett maga is alkotóvá. Számára a rajzolás és festés menekülés a mindennapok nehézségeitől, megnyugvás, kikapcsolódás. Első önálló kiállítása hétfőn este nyílt meg a Tamási Áron Művelődési Központban. Az alkotót és a kiállítás látogatókat Barcáné Tóth Boglárka, a Művelődési Központ intézményvezetője köszöntötte. Nagy szeretettel köszöntöm Horváth Sándorné Évát az első önálló kiállítása alkalmából. Engedjék meg Évának, hogy a megnyitón ülve vegyen részt, és gondolom, hogy senkit sem zavar. Nagyon örülök, hogy ez a kiállítás megvalósulhatott, és hogy mikor is indult, és hogyan is indult ez az út, ami ide vezethetett, hogy ma Éva képeiben gyönyörködhetünk. 14 évvel ezelőtt Éva az intézményben működő Tapolcai Városi Képzőművész körbe elkísérte fiát, Robit. Akkor ő még csak kísérőként érkezett a házba, de hát a kísérőből nagyon gyorsan aktív tagjává vált a közösségnek, hiszen az élete megelőző szakaszában már benne felgyülem lett a képzőművészet iránti szeretet, és az alkotás utáni vágy hamar utat tört Évánál, és hamar ceruzát talált a kezében. Természetesen ebben nagy szerepet játszott a kör vezetője, Tihanyiné Bálint Zsuzsi is. Én megkérem Zsuzsit, hogy akkor az út további részéről ő meséljen nekünk. Nem volt sok-sok. Tihanyiné Bálint Zsuzsanna elmondta, hogy 14 évvel ezelőtt találkozott először Évával, amikor fiát kísérte el a Tapolcai Városi Képzőművészkörbe. A szemlélőből aztán alkotó lett, akinél az alkotás utáni vágy hamar utat tört magának. Tihanyiné Bálint Zsuzsa elmondta, hogy Éva életének legnagyobb vágya volt ez a kiállítás, és mivel ő maga különleges személyiség, a megnyitó beszéd is rendhagyó volt. Egy mesébe ágyazva hallották az alkotó történetét a jelenlévők. A mese így kezdődik, hogy egyszer volt, hol nem volt, sok-sok évvel ezelőtt, pontosan 14 évvel ezelőtt, egyszer csak bejött fiát elkísérendő, egy ennél sokkal fiatalabb és sokkal egészségesebb hölgy a Tapolcai Városi Képzőművészkörre. Bejött hozzánk, hogy letelepedjen a szakkör hátulján egy székre, és végre kipihenhesse sok-sok fáradtságát és bánatát. Igen ám, csak hogy a szakkörben volt egy gonosz boszorkány, szerény személyemben, aki az első pillanattól kezdve nem hagyta őt békén. Egy pillanat szünet nélkül hizelgett neki, cirógatta, erőszakoskodott vele, és addig-addig ment, amíg ecsetet és ceruzát nem adott a kezébe, nem tűrve semmiféle ellenállást, és így kezdődött Éva festői, rajzolói pályafutása. Aztán hamarosan ugye már az ecset is egyre gyakrabban a kezébe került, és végül is ez lett az eredménye, amit önök itt ma láthatnak az Életajándék című gyönyörű kiállításon. Azt kérte tőlem Éva, hogy olvassak fel egy verset a kiállítás megnyitóján. Mint önök azt nagyon jól tudják, általában véve a verseket egy ilyen nagyívű, mint ahogy az előbb mondtam, frázis pufogtatós megnyitó szöveg után szokták felolvasni. Én ezt is most a feje tetejére állítom, és most olvasom fel ezt a verset, fordított sorrendben, de azt hiszem, ha önök meghallgatják ezt a verset, amit kimondottan Évának ajándékba írtam erre a mai kiáltásra, azt hiszem, hogy meg fogják érteni, hogy miért ezzel kezdem. Nos, a versnek a címe roppant egyszerűen az, hogy Éva kiáltás megnyitójára. Versnek és képnek címet, rendszernek nevet én nem adnék. Minek?
A jó mű úgy is elmondja, amit akar. Nem rejtelmeskedik, nem eltakar, csak a sznobok akarnak az átlag fölött lebegni, mert ők a különbek, a nem semmi. S míg kutyaürüléket kennek a vászonra, WC-kagylót állítanak talapzatra, felsőbséges gőggel elvárva, hogy mindenki alélva heverjen előttük, mi, az átlag, persze csak alig hallhatóan, kérdezzük, hogy de a szépség hol marad? A szépség, mely itt van bennünk, köröttünk, érezhetően, láthatóan. Ám a menők által lenézetten, megtaposottan. A szépség hol van? Mi virágos mezőket szeretnénk nézni falainkon, otthonainkban. Tiszta dallamot zenében, szavainkban. Mi csendben falainkra akasztjuk a pipacsos tavaszi reggelt, az azúros tajtékzó tengert, narancsban izzó őszi fákat, drapéria övezte orgonákat, s közben lelkünket csordultig tölti az igazi szépség. S bármely alantas manapság, sőt merészség őt csodálni, mi, az átlag, mégis inkább őt akarjuk érezni, látni. Körülöttünk és önmagunkban, egymást ölelve, nem elhagyottan. Jöjj hát, te szépséges álom, ébredj magadra, hogy valóságá válhass az egész világon. Nos, hát a mai napra ez az én ajándékom az Évának. És a következő momentum és szőszenet ezen a mai kiállítás megnyitón az Éva önéletrajzának a felolvasása. Ugyanis azt hiszem, hogy ennél a mindössze egy oldalas önéletrajznál jobban az Éváról semmi nem mesél. És mindezt azért teszem meg, mert saját tapasztalatom is, és mindazoké, akik itt vannak bizonyára, hogyha az ember betéved, akár szándékosan, akár véletlenül egy kiáltás megnézésére, általában véve nem nagyon szokta elolvasni az önéletrajzokat, amiket majdnem mindig kiraknak, leraknak, felfüggesztenek, odabigyesztenek, tehát valahol rejtve vagy láthatóan van, de nagyon-nagyon ritkán fordul elő, hogy elolvassuk. Hogy ez semmiképpen ne maradjon így, mert hiszen nagyon-nagyon sokat elmond az Éváról ez az önéletrajz, ezért én most megosztom önökkel ezt az önéletrajzot. Horváth Sándorné Éva vagyok, az itt látható képek alkotója. 1951-ben születtem Körbenden, egy sok gyerekes családba, és itt is töltöttem életem nagyobb részét, 50 évet. Azóta Tapolcán élek. Nehéz életem volt, mert családi körülményeim nem engedték meg, hogy tovább tanulhassak a 8 általános elvégzése után. Pedig jó tanuló gyerek voltam, sok irányú érdeklődési köröm, kézügyességem sokféle továbbtanulási irányt megengedhetett volna. De már 15 éves koromban munkába kellett állnom. Ahogy múltak az évek, egyre távolabb kerültem az álmaimtól, miközben a gondjaim csak szaporodtak. Férhez mentem, felneveltem 2 gyereket, és minden erőmet, energiámat nekik ajándékoztam. Gyakorlatilag a fiammal együtt végeztem el a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem szobrászakát, ahová őt sokadik jelentkezése után vették fel. Speciális állapotának egyre gyorsabb ütemű romlása miatt minden vizsgára együtt készültünk fel, így végeztük el nagyon nehezen az egyetemet. Persze erről sem kaptam papírt, mint ahogy arról a sok-sokféle ismeretlen sem, melyet életem során meg kellett szereznem. Maradtak hát az álmok. S az álmok már csak olyan természetűek, hogy sohasem halnak meg igazán. Nekem ez az álomablak akkor nyílott meg, amikor 14 esztendővel ezelőtt, 2010-ben a fiamat először kísértem el a Tapolcai Városi Képzőművész körfoglalkozására. Nem sokáig ülhettem és pihengethettem ott a terem végén. Mert Tihanyiné Bálint Zsuzsa, a szakkör vezetője, a gonosz boszorkány, elkapott, mint egy forgószél, és addig bátorított, addig édesgetett, míg először mertem a kezembe venni rajzolásra való ceruzát. Hosszú volt az út a kezdeti lépésektől idáig, és nehéz volt elhinnem magamról, hogy én is képes vagyok valami többre, érdekesebbre, különlegesebbre, mint a hétköznapi robot, amiben addig életem telt. De Zsuzsa
és a szakkörösök mindig ott álltak mellettem, és erősítettek. Velük, általuk nem csak ezt a gyönyörűséges játékot kaptam, hanem a hitet is, hogy én is érek valamit. Mint látják, nem végeztem festőakadémiát, még csak szakközépiskolát sem. Nem rajtam múlott. Ám remélem, azt is látják, hogy hiányosságaimat a festészet, a művészet a szépség iránti alázattal és elkötelezettséggel igyekszem pótolni. Az egykori körvezető szavait az alkotótársak kedves gondolatokkal egészítették ki. Valamennyien nagyra becsülésükről, tiszteletükről és szeretetükről tettek tanúbizonyságot. Berbélyi Zoltán egy verset is írt, amelyet Éva élete és az általa megfestett képek ihlettek. Falu végén learacsult gabona füves tarlóján legeltette nagyapó néhány báránykáját. Szonyók állhatott nyugodtan a fa árnyékában, mert hűséges kutyája vigyázott nyájára. Öreg pince szolgál régóta kitartón, tudja, hogy belsejében sűrög forog a boroskancsó. Padlás, ajtó és falétra régi emlékek titokja, sűrűn aludt fent gazdája, ha felöntött a garatra. Hódolt papa a halászú szenvedélynek, na meg a finom halételeknek. Fűszfa tövéhez csónakját kikötve, halászhatott a zavarosban kecsegére. Gombázott néha a mama kedvére, tudta, hol talál vargányát az erdőben. Nagymama, ha ideje engedte, héve hóba, úsztatta kedves kacsáit a faluvégi tóban. Nagypapa a vörös tarka teheneket az igában kötélszáron vezetve, szekerét jól megragva zsákokkal terelte. Nagymamát az ülőkasba fölsegítette, úgy ballagtak együtt haza a mezőről estére. Jó magam, már mind az Éva, jó magam virágokat is festek sokfélét vegyesen, főleg amire emlékszem nagyanyó kertjében. Volt ott rózsa, piros szegfű, tulipán, nyáron pipacs, napraforgó, tavasszal meg hóvirág. Képeim számomra mind kedvesek, rájuk nézve, nagyszüleim sosem lesznek elfeledve. Most értem meg felnőtt fejjel féltésüket, ha a tó közelébe mentem. Köszönöm szépen! Virágcsokrok, kedves gratulációk sokasága jelezte, hogy Éva a közösség nem csak elismert alkotója, de szeretett egyénisége is. Képeihez szép aláfestést nyújtott Farkas Mihály gitárjátéka. A képek november 14-éig megtekinthetőek a Tamási Áron Művelődési Központ aulájában. Kedves nézőink, a krónika végén nézzük még egyszer híreinket röviden. Népbetegség. Film és beszélgetés az Alzheimer-korról. Jó tett helyébe jót várj. A Szász Márton iskola ajándéka. Együtt egy színpadon. Ludas Matyi és valahol Európában. Ünnepre készülve. Rendrakás a temetőkben. Holtomiglan, holtodiglan. Segítség a nagynapra. Piros rózsák beszélgetnek.
a tapolcai nótaszerzőre emlékeztek. Életajándék. Horváth Sándorné Éva kiállítása. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a Krónikát, a Tapolcai Városi Televízió hírmagazinját látták. Rólunk szóló és minket is érintő friss hírekkel legközelebb is várjuk Önöket a képernyők elé. Viszontlátásra!